Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, ebben a mai videóban pedig elhoztam a beígért tálcának a egyedire szabásáról szóló videót, ezt nagyon fura volt kibondani, tehát ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy hogyan ilyen átlátszó a tálcám, illetve hogyan van itt középen, ugye a hátterekről, hogy hogyan van mozgó hátterem, hogyan van milyen mozgó háttér. Ennek kettő videója is volt, hogy hogyan tudjátok ezt megoldani ingyen, hogy mozgó hátteretek legyen, illetve hogyan tudjátok megoldani fizetősen. A jelenleg látható háttérkép az a fizetős verzióval elérhető, de egyébként a leírásban, és nem is a leírásban, a csatornámon megtaláljátok a tutoriál résznél ugye a hátterekről szóló kettő videómat, hogy hogyan tudtok mozgó hátteret beállítani, és ugye, hogyha ehhez hozzácsapjátok az ilyen tálcát, az áttetsző tálcát, illetve a középrendezett tálcát, akkor egy ilyen tök fasza dizájnt fogtok kapni. Szóval ebben a videó, mai videóban ezt fogom nektek bemutatni, hogy ezt ti hogyan tudjátok megtenni. A videó elején lesz szeretném szögezni, hogy ez az alkalmazás ingyenes. Biztos sokan ismeritek, akik esetleg próbálkoztak ilyesmivel. A Microsoft Store-on belül van a Taskbar. Ugye van a Taskbar X, amit betölti, ugye ez 525 forint, illetve van a Taskbar Transparent Taskbar, ugye mind a kettő egyébként tökéletesen működik. A Transparent Taskbar az igazából arra jó, hogy a tálcátok az áttetsző lesz, tehát a háttér az látszani fog mögötte, illetve a Taskbar X, amit az előbb mutattam, az pedig középre rendezi, illetve ugye ugyanúgy áttetszővé teszi. Most annyit kell tudni, hogy ez Microsoft Store-on mind a kettő fizetős, legalábbis az, amit mi használunk, az Microsoft Store-on fizetős, viszont itt jön a kis taktika, hogy az eredeti gyári weboldalán ez ingyenes. Tehát ez csak a Microsoft Store-on kerül pénzbe, persze tudjátok őket támogatni, hogyha szeretnétek, és hogyha tényleg tetszik, ami, hogy így meg tudták ezt oldani, akkor érdemes is őket támogatni, viszont a lényeg az lényeg, hogy ingyenes. Tehát hogyha feljöttek a Taskbar X-nek a weboldalára, tehát fogjátok a Google-be, zsajátok, hogy Taskbar X, itt valószínűleg ki lesznek cenzúrázva a keresési előzmények, mivel ezek magán dolgok, Facebook, Instagram, stb., amit ugye nem akarom, hogy tudjatok, mivel azok privát dolgok. És itt rámentek a legelsőre, és akkor be is hozza nektek ugye a Taskbar X-nek a weboldalát. Ezen belül ugye letöltitek a Portable Zip X64-et, ezt megnyitjátok, és a benne található fájlokat kicsomagoljátok egy mappába. Ez ilyen esetben nekem, az én számítógépemen, az a Local Disk F-en található meg. Azon belül is van egy Taskbar X nevezetű mappám. Jó, ezt letöltitek, és igazából annyi a dolgotok, hogy elindítjátok. Hogyha ezzel megvagytok, akkor van nekünk, vagyis hát nem tudom, hogy nektek lesz-e most egy ilyen. Ha nincs egy ilyenetek, akkor elindítjátok ezt a Taskbar X Configurator-t, és ezt feltelepítitek. Ha már van ilyenetek, tehát van ilyenetek, akkor nem kell feltelepíteni a felett lévő cuccot, de ha nincs, ezt lefuttatjátok, és ezt létre fogja hozni. Ezek után ezt ti megnyitjátok. És itt a Style-nál bepipáljátok azt, hogy transparent. Ez annyit jelent, hogy ezzel lesz átlátszó, de ezt így tudtok beállítani, hogy így homályos legyen, tehát hogy ne áttetsző legyen a homályos. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy az áttetszőt ajánlja, szerintem ez néz ki a legjobban, úgyhogy érdemes bepipálni azt, hogy transparent. A pozíciót pedig itt tudjátok beállítani, hogy hogy legyen, jobbra, balra legyen, stb. Egyébként ez a program automatikusan belövi középre a tálcátokat, szóval ezzel nem is nagyon érdemes igazából így szórakozni, de hogyha nem akarjátok, hogy középre legyen, akkor Don't Center Taskbar és kész. Hogyha kiveszitek, akkor automatikusan belövi középre, tehát ahhoz, hogy középre legyen, ahhoz nem kell semmit csinálni, viszont ahhoz, hogy áttetsző legyen, azt itt kell beállítani. Illetőlegesen be tudtok neki állítani animációkat, ezen mindenki fusson végig, hogy ő melyiket szeretné. Kattintsatok arra, hogy Apply, nem tudom, hogy elkezdtem el dologni, kattintsatok rá, hogy Apply, és akkor igazából le tudjátok tesz, hogy hogyan néz ki az animáció. Ami még fontos, az Update Taskbar Toolbar-t azt pipáljátok be itt az Extractnál, illetve, ja, ezt érdemes bepipálni, illetőlegesen talán még ezt a software icont is tudom ajánlani, hogy itt jobb oldalt mutassa nektek, ki hogy szeretné, nem szeretitek, hogy menjen, akkor igazából vegyétek ki. Szóval srácok, lányok, igazából ez egy nagyon egyszerű dolog, felmentek a weboldalra, letöltitek, kibontjátok egy mappába, lefuttatjátok ezt a Taskbar X nevezetű cuccot, utána ezt a Taskbar X Configurator-t, hogyha ilyenetek nincs, ezt lefuttatjátok, létre fogja ezt hozni, elindítjátok, azon belül a Style-nál bepipáljátok a transparentet, és voilà, ott is van az áttetsző tálcátok, ami középre van rendezve, ehhez belőttök egy mozgó háttérképet, vagy nem is feltétlenül muszáj mozgó háttérkép,
Az is, hogyha letöltötök egy sima háttérképet, és olyan faszán fog kinézni, hogy beszartok. Szóval srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett, csapassatok egy lájkot, nem felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Bármi kérdésetek van, vagy szeretnétek, hogy mutassak be valamit videóba, csapjátok le a komment szekcióba. Találkozunk legközelebb, sziasztok!